Történt pedig az úr 1182 a vagy egyesek vélekedése szerint az 1181 évében, hogy Pika asszony Assisi városában fiúgyermeknek adott életet, miközben férjura éppen Frankhonban járt. Az anya elhatározta, hogy fiacskájának a Johannes nevet adja. Azon a napon, amikor ez történt, egy ismeretlen öreg zarándok tért be Bernardo úr házába, és látni óhajtotta a gyermeket. Karjába vette, szelid szemlélte, és hangos dicsőítőjének bekezdett, melyben az újszülöttnek nagy és csodálatos sorsot jövendőlt. Így hát a fiút Giovanni névre keresztelték meg a dómban, ami johannes vagyis Jánost jelent. Amikor pedig nem sokkal ezután Bernárdóne, az atya hazatért útjáról, a gyermeket Ferencnek nevezte el, és ezt a nevet meg is tartotta mindörökre. Úgy hírlik, Frankhorn és a francia karakter iránti szeretete miatt adta fiának ezt a nevet. Ferenc már zsenge ifjúként megismerkedett a gal nyelvel, melyet később is szívesen használt, különös kép, amikor saját kedvelésére szép énekeket énekelt. A gyermek egyéb iránt nemigen részesült oktatásban, Csupán az írás művészetének és a latin nyelvnek alapvető elemeit sajátította el. Egész életében nem szerette a tollforgatást, és nehezére esett az írás. Ha azonban ilyeténképpen nem nevelték is rendkívüli tudósnak, annál vidámabban élvezte ifjú éveinek örömeit, és ártatlan szemmel tekintett a világba, mert derűs és tiszta lelkületű volt, és minden szép és vidám dolog megörvendeztette a szívét. Miközben lassanként ifjúvá cseperedett, vágyakozás ébred benne. Úgy érezte, valami különleges és hatalmas dolgot kell véghez vinnie, és erre fel is kell készülnie. Egyelőre azonban csak rejtve és homályosan, cél és bizonyosság nélkül, akár egy önfelett szánt csapás rezzent meg ifjonti lelkében a vágy. Viharos szenvedéllyel vetette magát az életbe, hatalmas vágyakozással, hogy megismerje és magához ragadja a világ mindahány csillogását és értékét. A lovagi és daliás élet, melyhez testestől, lelkestől vonzódott, különösen nemesnek és kívánatosnak tűnt fel számára. Azokban az esztendőkben csendültek fel először a frank tubadúrok, francia honból érkező első, édes és hatalmas szerelmes énekei, melyek a tüzes ifjút mélységes gyönyörrel és sejtelemmel járták át, mivel hogy Frankhont távoli hazájaként szerette. Leghőbb álma is vágya volt, hogy lovag és trubadúr legyen. Mivel atya nem volt nemes ember, mindazonáltal gazdag és tiszteletben álló, Ferenc nemes ifjakkal barátkozott. Fegyverforgatásban és éneklésben gyakorolta magát. Sok pénzt költött, és minden dolgát tökéletesen úgy végezte, mint egy nemes ifjú. Habzsolta a világ gyönyörűségeit, előkelő és szép ruhákban járt, vacsorákat és lakomákat adott, lovaglással, vívással, játékkal, tánccal és egyéb vigasságokkal mulattatta magát. Mert társai és barátai nagyon szerették, részben a pénze miatt, de nem kevésbé derűs, kedves és igazán nemes modora miatt is. Mert hogy finom szokásait és nemes érzületét tekintve, semmivel sem maradt el egyetlen egy előkelő születésű bárótól sem. Különösen szerette a tékozlást és pazarlást, mert úgy gondolta, ez illik egy igazi lovakhoz. Hamarosan az ifjú úrfiak vezére és királya lett, és Princeps Juventutisnak nevezték. Mindazonáltal gyöngéd és érző szívű maradt. Történt egyszer, hogy egy nyomorúságos koldus ért be atya áru csarnokába, és Isten nevében némi csekéke adományért könyörgött. Ferenc haragosan neki támadt és elzavarta. De már is megbánta, amiért oly keményen bánta szerencsétlennel, és annyira megszánta, hogy az utcákon át a koldus nyomába erett, és amint utolérte, busásan megjutalmazta. Nyugtalan idők következtek ezután. Korrád urat, Szpolító hercegét, a császári helytartót a pápa megadásra kényszerítette, és amint elhagyta Assisit, a városlakók megostromolták és bevették várát, és azonnyomban úgy feldulták, hogy kőkövön nem maradt. Ez azonban egyáltalán nem vált a város érdemévé. A hitvány tömeg ugyanis nem elégedett meg az erőd romba döntésével, véres harcot hirdetett a nemesek ellen, akik igen nagy bajba kerültek. Ekkor néhány báró szorongatott helyzetében Perúdzsa városához folyamodott segítségért és oltalomért. Mire a hatalmas város azonnal háborút indított a lázongó asszisziek ellen, és egy nyílt ütközetben meg is verte őket. A csatában sok társa mellett Ferenc is részt vett, ám nem a hazaárulók oldalán, hanem szülővárosa szolgálatában. És Ferenc sok hasonlóan az ellenség fogságába került, és Perúdzsába vitték. Egy álló évig tartották ott rabságban, és csak 1203 végén tért vissza a sziszibe. E hosszú fogság azonban nem, hogy megtörte volna az ifjú derűjét és tetvágyát, hanem inkább felvidította. Megvigasztalta fogolytársait, és még buzgóbban álmodozott és beszélt a lovagi életről, mint korábban. És alig bocsátották szabadon Perúzsában, és tért haza, már is folytatta korábbi pazarló, fenhéjázó és tékozló életét, és mohon belevetette magát a világi élvezetekbe, mintha csak arra szomjazott volna, hogy a földkerekség minden csodálatos dolgát a karjába zárja, és minden gyönyörét kiélvezze. Határtalan láng lelkülete nem tűrte, hogy takarékoskodjon és mértékletesen éljen. Mindent, amihez csak fogott, túlcsorduló szívvel végzett, mert nem ismert megállást és kielégülést. Anyja, Pika asszony azonban, kinek szemére vetették fia buja életvitelét, Szíves helytésére hallgatva mentegette Ferencet, és szilárdan hitte, hogy az Isten hamarosan jó útra téríti az abolátlan ifjút. Nem sokkal később a fiú súlyosan megbetegedett, és megérintette a halál ujja. Bizonyára ekkor kezdett ráébredni, hogy az örökös élfajhászásból nem sarjad lelki nyugalom. Nem ismert azonban utat, mely egyéb javakhoz vezetett volna. Mégis arra vágyakozott, hogy az egész életet hatalmas szeretetben magához ölelje. Továbbra is lakomákat adott hát és dőzsölt, és mégis örökké nemesebb hírnévre és igaz tiszteletre vágyott. Gyakran említette is, hogy fejedelem és hatalmas úr kíván lenni. Mert úgy tűnt fel neki, hogy minden nemes és üdvözítő dolog záloga a lovagi élet. Ekkor tájt kell szánra a hír, hogy Dél-Itáliában Briennai Walter úr a pápa szolgálatában fegyverbe szólít. Bátor és szenvedélyes férfiak és ifjak sereglettek hozzá mindenfelől, mert Briennai Walter úr kiváló hős volt, a lovagság csillaga. Neve úgy csengett, mint a kard és a dárda suhogása, és mint harsány győzelmi ének. Ehír hallatán lángra lobbant az ifjú Ferenc is, és úgy érezte, a világ minden pompája és becsülete reávár. Egy kapitány vezetésével a város több nemes ifja is fegyvert fogott. Ám Ferenc csillogó és káprázatos ruházata és fegyverzete mindenkiét olyannyira fölülmúlt, hogy csak ámuldoztak az emberek. Sok társának beszélt merész és fenhéjázó gondolatairól, hogy hős és fejedelem kíván lenni, amit sokan balgatak kérkedésnek véltek csupán, ő azonban szent elhatározással dédelgette tervét szívében. Izzó lelkületét nem csillapította a középút és a félig kielégített vágy. Buzgó egyedül a földkerekség legnemesebb és legcsodálatosabb dolgaira törekedett. Miután mindenki harcra készen állt, Ferenc társaival együtt nyerekbe szállt. Egy elszánt Isten hozzáddal elbúcsúzott, és drága, díszes fegyverzetében kilovagolt a városból, és mint egy vakmerő világutazó és kalandor, nekivágott a nagyvilágban reáváró csatáknak, dicsőségnek és vigadalmaknak. Kevélyen felharsantak a kürtök. Ferenc délceglova táncolt és türelmetlenül felhorkant a verőfényben. Ferenc ruhája csillogott és suhogott a napsütésben, ifjú elméje pedig messziormok ormok aranykoszorúiról álmodozott. Történt pedig, hogy az út legelső napján az ifjú Isten hangjára lett figyelmes megremegett szívében, és szerte foszlottak elméjében a gyönyör és hiúság édes képei. Senki sem tudhatja, minek a hírét vette ezen az órán, és mely hangok tépázták meg és kényszerítették lelkét alázatra. A pillanatot, melyben egy ember benső sorsa eldől, mindig homály fedi, akár valamely szent titkot. Hogy milyen gondolatok járhattak Ferenc fejében, vagy milyen látomásai lehettek, arról soha nem beszélt. Ám minden bizonyal hirtelen megvilágosodhattak előtte az élet és a halál rejtéjei, és egy szent hatalom kényszeríthette ellenállhatatlanul, hogy válasszon, és keresse meg útjának célját. Szolétóban ezután láz tört rá, és nem sokkal ezután csendesen és megtörten egyedül visszatért a Sissibe. Káprázatos fegyverzetét pedig egy szegény nemes embernek ajándékozta. Szülei, akár csak a város népe, nem győztek álmélkodni. Haragudtak rá. Kinevették és kigúnyolták, hogy lám, a híres úr és fejedelem hazatért végre. Korábbi barátai azonban remélték, hogy folytatja tékozló életmódját, és újra együtt mulatoznak. Ám Ferenc gondolataiba merülte járt mindenfelé, és szenvedett szívében, mintha nyilütött volna sebet rajta. Lelke üres volt, és halálfélelem költözött belé, rettegés és kín űzte, mert bizonyára felismerte álmai és reményei hiú voltát, csak hogy senki sem volt, aki megmutatta volna neki a menekülés útját. Ezekben a napokban Ferenc bizonyal kora minden nyomorúságát elszenvedte lelkében, Búskomorság és halálfélelem emésztették, és sebzett szívvel kiáltott megváltásért a mennyekbe. Miközben így viaskodott és szenvedett, és kétségesé vált élete értelme, nem tudhatta, hogy a földön sok ezer embert gyötrik ugyanezek a kínok, és akár sötét tömlöcök fogjai kiáltanak segítségért, és azt sem tudta, vagy akár csak sejtette is, hogy ő ezekért az ezrekért szenved, és az ő megváltásukért küzd. Korábbi barátai és ivó cimborái egy alkalommal megkérték, rendezzen nekik újra egy jó vacsorát és lakomát. Legyen vendéglátójuk és a lakoma királya, és mulassanak újra együtt, mint egy koron. Egy napon Ferenc összehívta őket, hogy a kedvükben járjon, és gazdag, ízletes lakomával várta őket. És amikor a barátok megérkeztek, kikiáltották a lakoma urának és királyának, és tréfás szokáshoz híven jogargyanánt egy botot nyomtak a kezébe. Ettek, ittak, vigadoztak, csengtek, bongtak a kupák, és egész éjjel kacagtak, még nem mindannyian lenem nem és fölényeskedni kezdtek. Aztán ordítozva és gajdolva felverték még az alvó utcákat. Egy idő után észrevették, hogy Ferenc nincs velük. Keresni kezdték hát, és végül egy kis utcában találtak rá, amint Némán töprengett. Gúnyolódva és kacagva élt előttek vele, és szinte rá sem ismertek, annyira megváltozott, mert ebben az órában világosság támad benne, és szorongatott lelke a távolban megpillantott egy kiutat nyomorúságos börtönéből. Közben részek cimborái körbefogták, hangoskodtak és lögdösték. – Miről álmodozol? – gúnyolták. – Milyen titkon töröd a fejed? Egyikük hangosan felkacagott és így kiáltott. Nézzétek csak, barátaim! Nem úgy tűnik-e, mintha azon törné a fejét, hogy nőt szerezzen magának? A kigúnyolt, e szavak hallatán sápadt, mindazonáltal derűs ábrázattal felnézett, és tiszta hangon így szólt. Így van. Igazad beszélsz. Azon tűnődöm, hogy mennyasszonyt választok magamnak, ám el sem tudjátok képzelni, milyen nemes, gazdag és szép az én mennyasszonyom mondta mosolyogva. A barátok kacagva eltávoztak, és ott hagyták egymagában Ferencet, ő pedig eldobta a bolond királyi pálcát, mely nála maradt, és abban a pillanatban a pálcával együtt eldobta magától addigi életét, és eltékozolt ifjúságát is. A szép és nemes menyasszony, kit a példázatban említett, nem volt más, mint a szegénység kivel ettől kezdve elválaszthatatlanul eljegyezte magát. Lehet, hogy sokan, kik hallják-e sorokat, ugyanúgy nevetnek ezen a bolondon, és csak a fejüket rázzák, miként Ferenc barátai is tették. Ő azonban megtalálta vágyát, melyre szomjúhozott, és melyet sem bölcsesség, sem egyház, sem világi öröm nem elégíthetett ki mert miközben fájdalmasan arra emlékezett, hogy az ember semmi egyéb, mint élet és halál közt tévejgő, bizonytalan javakkal bíró zarándok és mulandó vendége földön, ettől kezdve újult szerelmes gerjedelemmel vetette magát Isten keblére, csak hogy együgyű és izzó szívvel megtalálja az élet útját. A hazát kutató szeme előtt megjelent az üdvözítő és első tanítványainak a képe, Ferenc pedig elhatározta, hogy hozzá hasonlatosan megszabadulván minden békjótól nem e törvényt, hanem egyedül a szeretetet fogja szolgálni, és gyermekként Isten kezébe teszi le életét, aki táplálékot ad a mezei vadaknak és az égi madaraknak. Ez szilárd bizalom, melyel inségéből senki más vezetőt nem választott magának, csak is Istent, szentelte fel őt, és tette sok-sok ember vigasztalójává és megváltójává. Így találta meg azt, amit ebben a korban egyetlen pap és egyetlen tudós sem talált. Az utat vissza Istenhez. És eközben nem veszítette el a földet sem, sőt, újra ajándékba kapta, mert pallérozatlan költői lelkülete elragadtatással találta meg újra a világ elveszített egységét, Miközben az időt és az örökkévalót egy szeretettel ölelte magához.